elérhető módosulások szintén a tankönyvrendeléshez kapcsolódnak. Szaktanárok, készségfejlesztő pedagógusok és intézményvezetők, a mindennapi oktatásban dolgozó szakemberek gyűltek össze a Piarista Rendházban. A következő tanév megkezdését előkészítő feladat, hogy a tanárok megismerjék és átlássák az idei tankönyvkínálatot. Évről évre nagyon fontosnak érezzük, hogy a tankönyvrendelési időszakot megelőzően, ami ugye a jogszabály alapján áprilisban van az iskolákban, a megelőző időszakban közvetlen tájékoztatást adjunk az OFI-nak a portfóliójáról, és hát egyáltalán a pedagógusokat tájékoztassuk az újdonságainkról, változásokról, hogy minél könnyebbé tegyük a munkájukat, amikor a tankönyveket rendelik. Az Oktatás Kutató és Fejlesztő Intézet innovációs és szolgáltatási tevékenységet is végez. Az úgynevezett tankönyv roadshow országszerte maximum 10 helyszínt érint. Tatán most először járt a pedagógusok és szerkesztők közötti tapasztalatcserére is lehetőséget nyújtó program. Nekünk az előző években a munkánk nagy része azzal telt, hogy ténylegesen fejlesztettünk, és gyakorlatilag ilyenkor megpróbáljuk pótolni azt a hiányt, hogy az információk kellő mennyiségben odajussanak a pedagógusokhoz. Úgyhogy ezért a személyes találkozás egyébként munkatársaim nagy része is pedagógus, én magam is, nagyon fontosnak érezzük a közvetlen eszmecserét. Az OFI-nak rendkívül nagy a portfóliója. Ez adódik abból, hogy olyan kiadók kerültek az állami tankönyvkiadó portfóliójába, amelyek mind a nemzetiségi területnek, mind a sajátos nevelésű igényű tanulóknak kínálnak könyveket, és mindezt azon túl, hogy természetesen a köznevelés minden közismereti tárgyához is kínálunk több könyvet, tehát választék van. Közel 1400 fajta címünk van a tankönyvjegyzéken, úgyhogy ebből elég gazdag kínálatból tudnak választani a tanárok. A tankönyvkiadási igazgató a helyszínen azt is elmondta, az oktatási hivatallal együttműködve szaktanácsadó kollégákat is képeznek. A mesterpedagógusok feladata, hogy még szorosabb kapcsolatot teremtsenek a fejlesztők és a tanárok között.